Jól figyeljétek az eget, ahonnan a kutyák is jöttek. Segítség! Vigyázzatok! Nagyon vigyázzatok! Lehet, hogy egyszer két négylábú lény sétál be hozzád, és valaki épp a te szomszédodban fogadja őket örökbe, nem törődve azzal, hogy ők... Mi? És Perry? A Földön kívüli kutyák! Teljes életnagyságban! A szívrabló karma. Én már nem bírom ezt, Nick. Kicsit halkabban, Perry, még korán van. Gyerünk, skacok, ébresztő! A hajnalhasadás a nap legszebb része, igaz, Lucy? Hello! Valami nincs rendben Frankkel. Magában beszél, kiöltözik a szabadnapján, és valahányszor ezzel a hölgyel találkozik, idiótán visek. Ne mondd, hogy nem tudod! Mit kellene tudnom? És még te vagy az okos, ez egyszerű, azért jött a parkba, hogy vele találkozzon. De miért? Tudod te! No csak, hogy újra találkozunk? Hát, nos, Lucy imádja a hosszú sétákat, és tudja, hogy milyenek a gyerekek. Kérlek, apu, kérlek, kérlek! Végül persze beadtam a derekam, ugye, Lucy? A kis angyal teljesen kifáradt az izgalomtól. Most mennem kell, mert még elkésem a munkából. Lehet, hogy tényleg igazad van, narancssárga barátom. Hol voltál? Kidolgoztam egy tervet, hogy véget vessünk a hajnali sétáknak. Össze kell hoznunk Franket a hölgyel a parkból, és akkor nem kell többet oda menni. Lucy, ideje lefeküdni. De apa, alig fél öt. Minél korábban fekszünk, annál korábban tudjuk kivinni reggel a kutyákat a parkba. Talán, ha összetöröm az ébresztő órát. Jó étskacok, reggel találkozunk. Ideje akcióba lépni, össze kell hoznunk ezt a két emberi lényt. Perry, ezt nekem kellene kézbe vennem. Lehet, hogy te zseni vagy, de amikor a szerelemről van szó, én vagyok a király. Nem olyan egyszerű az, Nick. A földi romantika nem úgy működik, mint otthon kutymó bolygón. Nem? Hát hogy? Először is nincs benne kung fu. Hogy nincs? Hát akkor mi van benne? Az a baj, hogy én sem tudom. Semmit sem tudok az emberek romantikázásáról, de eljött az idő, hogy kiderítsük. Ezt meg honnan szerezted? Mr. Smith fészeréből. Ki gondolta volna, hogy Smith úr romantikus lélek és érző szíve van? A határtalan megbánás patakokban folyó könnyei. A legjobb szerelmes történet 8 hétig könnyeket fog hullatni. Nekem ez nem tetszik. Miért nézne valaki olyasmit, amitől sírva fakad? Mennem kell. A hajom ma este indul, de ne feledd, bárhol legyek. Csak is rád gondolok. Szeretlek, Jake. Ahogy mondod, viszlát. Hogy volt képes otthagyni Daphne-t? Ő volt az egyetlen, aki igazán megértette őt. Tudhattad már az elején, hogy Jake-nek mennie kell. Neki a tenger volt az élete. Na, szedd össze magad, mert még rengeteg dolgunk van. Akár csak a teniszhez, a szerelemhez is két ember kell. Na, elég is lesz. Ha mostanra nem tudunk eleget az emberek szerelmi életéről, akkor sosem fogunk. Biztos vagy benne, hogy ez működni fog? Aha, úgy csináljuk, mint ahogy a filmben láttuk. Írunk egy üzenetet a hölgynek, hogy Frank meghívja vacsorára. Majd írunk egy levelet Franknek a hölgy nevében, hogy nagyon szeretne elmenni vele vacsorázni. Igen, és? És...
Holnap becsúsztatjuk a leveleket a zsebükbe, ennek következtében együtt vacsoráznak, szerelmesek lesznek, és nem kell többé parkba mennünk. Rendben, ébresz fel, mikor végeztél, és ne feledd, romantikus legyen a levél. Peri, elfelejtetted, én vagyok a király! Ez meg mi a szösz? Ez a Franknek szóló üzenet, a többit a hölgynek írtam. A többit? Arról volt szó, hogy mindketten egyet kapnak. Hát, akadt egy kis gond. Mivel nem tudjuk a nevét, írtam egyet minden lány névre, ami csak eszembe jutott. Valamely csak illik rá. Szerintem olyan Dorisnak néz ki, te mit gondolsz? Doris? Doris? Miket beszélsz? Frank nem is tudja a nevét. Írd úgy, hogy a hölgy a parkból, és tüntesd el ezeket innen. Rendben, jó ötlet. Azért ne vigyem magammal a Dorisost. Rendben, akkor én beteszem a szép fiú zsebébe a levelet, te pedig a hölgy zsebébe, de csak óvatosan. Hello! Csak barátkozni akart, apu. Barátkozni? Te mikor tétted le utoljára a barátod ingujját, és kapaszkodtál bele a hajába? Nem megmondtam, hogy mellőzzük a kungfut? Kedves idegen, a szemei olyanok, mint egy hiúzé, nem lehet nem észrevenni. Vacsora? Ma este? Utóirat? Remélem nem a tenger az élete. Eljön vacsorára, ez fantasztikus! Lucy, hozd ide a legjobb zoknimat, randink lesz! Szép munka, apu! Mi lesz a vacsora? Paradicsomleves és a híres müzli meglepetésem. Hát, ha legalább a társaság jó lesz. Engedje meg. Lucy, hozz egy italt. Sajnálom, még a nevét sem tudom. Szólítson Dorisnak. Most pedig úgy tűnik, hogy remekül bevált a tervem. Miről beszélsz? Egyáltalán nem megy jól. Te boldognak tűnnek. Épp ez az. Nem tanultál semmit a filmekből és a könyvekből? Az igazi szerelem könnyekkel és szívfájdalommal jár. Nézd rá, Nick. Úgy néz ki, mint aki sosem fog többé sírni. Te jó ég, Feri, én ostoba. Még egyszer sem fakad sírva. Ez egyáltalán nem romantikus. Ahogy mondod. Ha azt akarjuk, hogy ez az este sikeres legyen, meg kell ríkatnunk. Mire a pingvin? Vedd le azt a parókát, eladjuk a motort! Tudod, a testvérem pingvin volt! Nos, jöhet végre az a leves. Azzal meg mit csinálsz, Peri? Akarod, hogy sírjon, vagy nem? Aha. Szeretnél pingvin lenni, Lucy, drágám? Nem hiszem. Biztos benne, hogy minden rendben? Először a hölgyeknek. Hogy a csodába? Nem tudom, hogy történhetett. Sírj! Ó, kezdjük a levesemben. Milyen romantikus. Ó, és pont az én méretem. Kedven támad táncolni. Mégis mi a csuda folyik itt? Fogalmam sincs, de szerintem egy kicsit, tudod, hogy is mondjam, gyatyás. Ó, imádom ezt a zenét. Ha azt szereti, akkor ezt utálni fogja. De mennyire, Peri, eléggé ahhoz, hogy sírásra fakadjon. De szeretett valaki? Jó ötlet. Doris? Lucy, hozok Dorisnak egy kis desszertet. Szeretném, ha segítenél nekem. Istenem, milyen kedves emberek, nem igaz? Mit gondolsz, Lucy? Szerinted is Doris egy kicsit... Őrült? Na, dehogy. Doris teljesen őrült, apa. Én is így gondolom. Gyere, kínáljuk meg a desszerttel, és küldjük haza.
Kedves Sarah, a szemed, mint a hiúzé. Kedves Méri, kedves Anne! Gyerünk, sírjál már! Sírjál! Gyerünk, sírjál! Kedves Sue! Oh! Sírj! 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 Hurrá! 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 Egy kis desszertet? Add oda a többi barátnődnek! Ezeket mind te írtad? Nem, dehogy is. Biztosan ő volt. Azt hiszed, bolondot csináltál belőlem, de nagyot tévedsz. A kesztyűk nálam maradtak. Őrültem, mint gondoltuk. Ez biztosan az ő kézírása. Szerintem jó lenne elkerülni a parkot egy ideig. Jól mondod, Lucy. Sokkal jobb így négyesben. Lady Charlotte a kapitány szemébe nézett. Tudta, hogy a szerelmük nem teljesülhet be soha. Soha, soha. Soha az életben. Jól vagyok. Komolyan. Jó étperi. De miért? Senki sem gondolja, hogy ezek a dolgok soha nem történtek meg. De ugyanakkor senki sem tudja bebizonyítani, hogy nem történtek meg. Ők a földön kívüli kutyák teljes életnagyságban.